A csecsemőgondozási verseny képei 2023-ban a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán Nyíregyházán. A vetélkedő célja, hogy már egészen fiatal korban kialakuljon az egészségügyi szakmák iránti elköteleződés. Móré Marianna, a kar dékánja, stábunknak adott évértékelő interjújában úgy fogalmazott, a tavalyi egy jelentős év volt az intézmény számára. 2023-as év a mi szempontunkból valóban egy jelentős év, hogyha a felvételi jelentkezések oldaláról nézem. Nyilván az is benne van a mi létszámnövekedésünkben, hogy 2022-ben egy szervezeti változás történt, és összevonták a népegészségügyi kart és a volt egészségügyi kart, de mégis egy hatalmasat tudtunk lépni. Olyan sikeres felvételi évet zártunk, aminek eredményeképpen az egészségtudományi karnak több mint 3500 hallgatója van. Csak hogy megértsük ennek a léptékét, a Debrecen Egyetem 13 kara közül mi lettünk a harmadik legnagyobb létszámú kar. És ez természetesen nagyon sok kihívást, felelősséget és feladatot is rótt ránk 2023-ban. Ezt a nagy hallgatói létszámot kell tudni követni oktatói létszámmal, kell tudni követni kutatói kapacitással, laborkapacitással és fejlesztésekkel. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a 2023-as év legnagyobb sikere, és éppen ezért a legnagyobb kihívása ez a megnövekedett hallgatói létszám volt. Egy program rögzíti azt, hogy ami alatt ellátja őt az adott személy, jelen esetben általában hallgatóknak szoktuk kiadni, akkor ő hogyan gondoskodott róla? Ezen a szimulációs babán is gyakorolhatnak az egyetem hallgatói az életben rájuk váró feladatokra. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már majdnem mindenre fel tudják készíteni a hallgatókat. A nyíregyházi képzési helyszínen is jelentősen növekedett a hallgatói létszám. Elsősorban a levelező képzés iránt növekszik minden területen az érdeklődés, egyébként országosan is ez jellemző, és ez jellemző itt Nyíregyházán is. Ez a megnövekedett hallgatói létszám, ez megkívánt tőlünk egy infrastrukturális fejlesztést is. Ez egy nagyon nagymértékű laborkapacitás fejlesztés, demonstrációs laborfejlesztést jelent. Most már olyan eszközökkel rendelkezünk, amelyek tulajdonképpen majdnem mindenre fel tudják készíteni a hallgatókat. Olyan szimulációs eszközeink vannak, olyan életszerű körülmények között tudnak a hallgatók tanulni, amelyek azt segítik, hogy amikor konkrétan a gyakorlati helyre kerülnek el, elkerülnek a kórházba, elkerülnek a mentőállomásra, kikerülnek a védőnők mellé, akkor igazából már egy szimulációs eszközön majdnem mindent ki tudtak már próbálni. A dékán azt mondta, a nappali tagozatos hallgatók többsége első generációs értelmiségi, a levelező hallgatók többsége pedig olyanokból áll, akik már eleve az egészségügy különböző ágazatában dolgoznak, és vagy valamilyen többlettudást szeretnének megszerezni, vagy a munkahelyükön támasztanak velük szemben olyan elvárást, amely megköveteli a felsőfokú végzettséget. Amely szakok iránt növekszik még az érdeklődés a levelező tagozaton, vagy azt mondhatom, hogy fennmarad hosszú távon is, ez a szociális terület. A szociális munka területén nem csökken az érdeklődés. Az itt lévő levelezős hallgatóknak egy kisebb része van a rendszerben, valahol máshol dolgozik, és szeretne szociális területen dolgozni, és tudja, mert volt már ilyen tapasztalata, vagy pedig utána nézett pontosan, hogy ez a rendszer tud neki állást biztosítani. Ezért mondjuk mi azt, hogy a mi hallgatóink, akár nappalisok, akár levelezősök, mindannyian idézőjelben lábon elkelnek. Ha megnézünk egy statisztikát, akkor mi nem tudunk olyan hallgatóról, akinek ne lenne munkahelye végzés után egy-két hónapon belül. Hozzátette, a teljes képzés mintegy 60%-a gyakorlati képzés, ezért az egyetem szoros kapcsolatot ápol az egészségügy területén lévő intézményekkel. Móré Marianna hangsúlyozta, az egészségtudomány területén szerzett végzettség nem csak jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál a hallgatóknak, de biztos megélhetést is jelent, akár az állami egészségügyben, akár a magánszektorban. A témával bővebben 35 perc című műsorunkban foglalkozunk.